valahol te tüllet távol, ott, ahol senki sem gyászol, ott halom meg én. Dunaszerdahelyen tavaly szentelték fel a világháborúkban katonaként elhunyt áldozatok emlékművét. Azok nevei olvashatók az emlékművön, akik dunaszerdahelyiként harcoltak és hősi halált haltak az első vagy a második világháborúban, illetve fogolytáborban vesztették életüket. A megemlékezés szónoka, Szakán László dunaszerdahelyi esperes hangsúlyozta, hogy emlékeznünk kell a hétköznapi hősökre, akik nagybetűs emberek voltak. Ha emlékezünk a hőseinkre, akkor követni is akarjuk őket. Ők valóban a béke követei voltak innét Csallóközből, hiszen ők a mi mai békességünkért harcoltak, adták hősi módon az életüket. Azon kell lennünk példájukat követve, mi is hősök legyünk a mindennapokban, a becsületességben az egymás iránti ember tiszteletben, ember szeretetben. Szakán László azt is kiemelte, próbáljuk úgy megőrizni a múltat, hogy abból tanuljunk. Azon kell lennünk, hogy a következő generációk életét megóvjuk azoktól a borzalmaktól, amelyeken a világháborúk áldozatai átestek. A megemlékezésen a városi intézmények képviselői megkoszorúzták az emlékművet, a diákok pedig mécsest helyeztek el.